A magyar katonai és polgári internáltak az 1939-ben létrehozott GUPFI, vagyis a hadifoglyok és internáltak táborhálózatába kerültek. Minden harmadik magyar család érintett volt. Sztálin kegyetlensége a nőket sem kímélte. Mintegy 700 ezer magyar állampolgár került szovjet munkatáborba, közülük körülbelül csak 400 ezeren tértek haza. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb ha a jó Istenbe kapaszkodunk, rájövünk, hogy ő is akarja túlélésünket. Olofsson Placid atya visszaemlékezéséből olvasott fel Babos Dániel, a Vajda János gimnázium diákja. A bencés szerzetes azt írta, nem szabadott elveszteni a humorérzéket és a hitet. Babos Dánielnek szívügye a magyar áldozatokról való méltó megemlékezés. Elsősorban fiatal nőket és férfiakat raboltak el, vagy hát el ezekbe a munkatáborokba, és szerintem nagyon fontos annak tudatában, hogy ugye utána pedig megszállták Magyarországot, megemlékezni a gulágnak az áldozataira. A legismertebb gulágfogoly Szolzsányi cím visszaemlékezéseit idézte fel Manninger Jenő polgármester a Nobel-díjas író saját magáról mintázott alakjai elevenedtek meg a rendezvényen, emlékeztetve arra, mit kellett elszenvedniük a foglyoknak. szervezetük nem bírta a rabszolgamunkát, a folytonos verést, a fagyot, az égységet és a betegségeket. Hiába várták őket reménykedve az itthoni családtagok, idegen földben sokan jeltelen tömegsírokban nyugszanak. A mai napon Mindennyiukra tiszteltel emlékezünk, és a kommunizmus áldozataira, kiáró megbecsüléssel gondolunk azokra is, akik Sztálin halála után éppen 70 esztendeje <köszön> végre hazatérhettek. Dr. Csider Sándor egyetemi tanár saját versét osztotta meg a közönséggel, Havazó idő címmel, ami borzongatóan reflektált a már-már télies időre. A megemlékezés végén megkoszorúzták a gulág áldozatok emléktábláját, majd gyertyát gyújtottak az elhunytak lelki üdvéért november 25-ét 2012-ben nyilvánította az országgyűlés a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává. 1953-ban ezen a napon érkezett haza a gulágrabok első csoportja. Azóta országszerte emlékeznek a szovjet diktatúra áldozataira.